2023 nyara emlékezetes nyomokat hagyott Kőbányán. Tudnélik, mint annak idején is beszéltünk és beszámoltunk róla, a hatalmas nyári vihar, adott esetben néhány másik vihar nyomán rengeteg fa hulladék keletkezett, kidőlt fák és hozzájuk kapcsolódó mindenfajta fa anyag gyülemlett fel az önkormányzathoz tartozó kőkert tárolóhelyein. A legutóbbi testületi ülésen Somjódi Csaba, a polgármester úr fel is emlegette, hogy sokkal több faanyag van most a telepeken, amelyet lehetne igényelni, és jó is lenne, hogyha minél többen, akik erre jogosultak és rászorultak, használnák is, kihasználnák ezt a lehetőséget. Úgyhogy valójában erről fogunk most a következőkben beszámolni. Mindenek előtt azt a leágazását ennek a témának idézzük föl, amelyet Weber Tibor alpolgármester, a szociális területtel foglalkozó alpolgármester tett hozzá, ismételem, a testület ülésén. Most már egy ideje figyelve ezt a problémát, illetve tulajdonképpen majdnem csökkent, vagy legalábbis nem nőtt az igény a szociális tűzifára. Ennek okait próbáltam vizsgálni, és igazából az a baj, hogy a legszegényebbek esetében a fatüzelésére alkalmas akár cserépkályha, akár olyan biztonságos kályha, ami mondjuk azért nem veszélyezteti a szénmonoxid miatt az életét, igen költséges. Ráadásul, mert ez kvázi ilyen luxus kiadásá vált mostanában, hogyha valaki kiegészítő fűtésként vagy hangulatként csinálja ezt, az az egyik ok. A másik a kéményeknek az eszméletlen árának, a béleléseknek a drágulása teljesen irreális. Hát ott tartunk, hogy 100 000 forint egy méter kémény. Hát teljesen abnormális ahhoz, hogy mondjuk az anyagköltséget számítva azok a költségek, amik ráterhelődnek erre. Tehát már a fatüzelés az családi házak kiegészítő fűtéseként nem szociális alapon marad meg, vagy akik kandallót tartanak, még azok fűtenek fával, azok viszont a szociális támogatásunk kapján nem tudják igénybe venni. Tehát ez egy olyan nehéz dolog, ami rajtunk kívüli okok miatt vált egyre lehetetlenebbé, hiszen ráadásul a társasházak egy része nem is egyemeletes, és ha valakinek mondjuk egy 20 méteres kéményt kell kibélelni, azt az önkormányzatnak se gazdaságos, mert ha 10 évig fizetnénk a gázhasználatát, akkor is olcsóbb lenne. Tehát ez sajnos egy olyan adottság, ami a fővárosban legalábbis nehézséget okoz. Vidéken természetesen, ahol családi házban is élhetnek komoly szegénységben, ott ez még fennáll, ennek a lehetősége inkább. Ez volt tehát az, ami a testületi ülésen elhangzott, és itt a stúdióban pedig vendégünk Kovács Zsolt, a Kőkert Kft. Parkfenntartási vezetője, aki egész konkrétan foglalkozik ezzel a dologgal, a felgyülemlett és igényelhető tűzifa mennyiséggel. Valójában mennyi ez a tűzifa úgy nagyjából, és hol van? Igen, köszönöm szépen a lehetőséget, hogy beszélhetünk el, vagy elmondhatom erről a nézőknek az információkat. Ezek a fák ugye alapjába véve, ugye, amikor a beteg fákat, vagy a kidőlt, most vihar után kidőlt fákat földolgozzuk, a vastag része, mi azt összeszedjük, és kerül a Maglódi úti telephelyünkre. Ott tároljuk, ott van egy csapat, aki intézi a dolgát a fának, tehát a feldolgozását, hogy ez minél hamarabb, ezek a nagy rönkök felvágva legyenek. Ja, mert hogy tulajdonképpen olyan állapotba kell hozni, hogy egy háztartásban is lehessen használni. Igaz? Igen, tehát ugye a szaknyelv azt mondja, hogy konyha készre kell vágni ezeket a fákat, tehát ugye mi ilyen nagy rönkökbe szedjük össze, mi azt ott a telepen lerakjuk, és ők ezt feldolgozzák ezeket a fákat. Nagyjából egészéből most a mondjuk korábbi egy-két évhez viszonyítva milyen mennyiség van ott a Maglódi úton?
Fú, most nagyon sok köbméter fa van ott bent, több ezer köbméter, tehát azért is jó volna, hogyha többen is jelentkeznének erre a szociális tűzifa igényre. Nagyon kevés igény van rá, sajnos, vagy nem sajnos, ugye mindenki állt át már a gázra, kevés, a családnak a kevés szegmense használ már fát tüzeléshez. Ez a faanyag egyébként, ugye nyilván főleg, hogyha viharban dől ki, akkor nedves, kell ezzel várni, vagy azonnal felhasználható? Hát lényegében úgy néz ki, hogy amit mi azonnal beviszünk, hogy valamikor ugye nedves a fa, de nyilván nem azokat dolgozzák főleg először, hanem ami már ki van száradva, amit már nyugodtan lehet fűtésre is használni. A általános gyakorlat az mi szokott lenni? Ugye itt a korábbi évekre visszatekintünk, hogy ezeknek az igényelhető faanyagoknak a kiszállítása az kinek a feladata? Igen, hát ez úgy néz ki, hogy a lakó, vagy esetleg aki rászoruló jelentkezik az önkormányzatnál, hogy szeretne tűzifát igényelni. Eddig a tavalyi évben már emelt tűzifát lehetett igényelni, az előző években 4 köbméter volt, tavaly már 6 köbméterre lett megemelve. Ő jelentkezik, és jelentkezés után mi azt a határozatot, azt a jelentkezési lapot megkapjuk, mármint a Kőkert Kft., és utána egyeztetünk a lakóval, és leegyeztetjük azt a napot, amikor mi ki tudjuk vinni ezt a 4 vagy 6 köbmétert. Természetesen mi kimegyünk akkor erre a telephelyre, felszedjük vagy összeszedjük azt a 4-6 köbméter fát, és kivisszük a rászorulóknak. A testületi ülésen úgy szóba került egy olyan technikai részlet is, ami arra vonatkozik, hogy amikor ezek a fák adott esetben kidőlnek, vagy a vihar mondjuk ágakat, nagyobb ágakat tép le, és a kőkert munkatársai elszállítják ezt a faanyagot, akkor lehetne-e vajon ott helyben felaprítani darálógéppel, vagy nem tudom mi a hivatalos terminus technicus? A darálógép, azzal lehetne aprítani, de mi ugye nem azt csináljuk, mi összeszedjük a gajakat, bevisszük a Gergely bánya területére, és ott daráljuk. Ez a darálógép, ez nagyon nagy darálógép, és eléggé hangos, tehát azt azért lehet képzelni, hogy mondjuk egy lakótelepen két ház között, mondjuk reggel 8:30-9-kor elkezdünk darálni, ott nagyon nagy hangzavarban, és utána az lenne a probléma. Ezért találtuk ki ezt a koncepciót, hogy összeszedjük a gajakat, és bevisszük a Gergely bányába, ahol ledaráljuk. De ezt a darálékot viszont nem lehet tűzifára használni, vagy tűzelésre használni, fűtésre használni. Ezekre a fűtésekre csak a vastag fa jó. Ja, értem. Tehát ami egyszer ledarálásra kerül, azzal mi lesz? Ami ledarálásra kerül, abból ugye egy pici darálékok keletkeznek, azt viszont a Kőkert Kft. Értékesíti. Értem. Köszönöm szépen. Akkor így nagyjából ezt a területet most áttekintettük, és Kovács Zsolt, a Kőkert parkfenntartási vezetője megosztotta velünk a műhely titkokat, amelyek kapcsolódnak a igényelhető fa, tűzifa mennyiséghez. Még egyszer mondjuk el, hogy idén milyen mennyiség igényelhető fejenként? Idén 6 köbméter, de még a képviselőtestület gondolkozik azon, hogy lehet, hogy még ezt is megemeli, de jelen helyzetben 6 köbmétert lehet igényelni, és aki szeretné igényelni, én azt mondom, hogy bátorítom azokat az embereket, hogy nyugodtan igényeljen, hiszen van fa dögivel. Köszönjük szépen! Én köszönöm a lehetőséget.